Október 1-e az idősek világnapja. Az ENSZ 30 éve nyilvánította ezt a dátumot világnappá. Napjainkban körülbelül 600 millió 60 év feletti személy él a világon, számuk 2025-re pedig akár meg is kétszereződhet. Az egész életen át tartó munkájukat köszönték meg Pécsett a Baptista Szeretett Szolgálat pécsi idős otthonában. Őri László, a Baranya megyei közgyűlés elnöke beszédében elmondta, hogy a fiatalok mindig is hálásak lehetnek az előző generációknak. Az a kényelem, amelyben mi már beleszülettünk fiatalként, az a két világháború, második világháború utáni összeomlást követően az önök nemzedékének a kemény munkájának köszönhető, és ezért úgy helyes, úgy tisztességes, hogyha mi, akik még a fiatalabb generáció tagjai vagyunk, hálás szívvel legalább ezen a napon köszönetet is mondunk önöknek. A megyei elnök szavaihoz csatlakozott Kővári János is. Az önkormányzati képviselő kiemelte, hogy sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi mindent köszönhetünk az idősebb korosztálynak. Ez a nap erre figyelmeztet minket. Én is nagy szeretettel köszönöm önöknek is, hogy a saját családjaikat segítették felnőni, segítették ebben a világban elboldogulni. Erre ráadozták az életüket, az erejüket, a szívüket. Ezt nagyon köszönöm az ő nevükben is, és köszönöm a város nevében is, az önkormányzat nevében is. A politikusok nem érkeztek üres kézzel, a köszöntők után baranyai termelői mézzel ajándékozták meg az otthon lakóit. Ezután szentmisét celebrált Kövesi Ferenc, aki az időseknek ajánlotta a liturgiát.